Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Elindul egy új sorozat, ez a Retro Game Time nevet fogja viselni, kapni fog egy cut intro-t is, ahogy innen átváltunk, és régi 2000 környéki meg előtti játékokkal fogunk játszani benne. Első alanyunk jelenleg az MDK című játék. Kicsit érdekesen fog festeni, ugyanis 2K rögzítésben, 4K képen nagyjából egy ilyen 640x480-as kép lesz. Úgyhogy meglátjuk milyen, elszórakozunk vele. Ugyebár abban az időben egeret nem nagyon használtak a játékok. Az irányítás klasszikus Doom széria külső nézetben. A Shiny Interactive készítője is eléggé nagy nevek fűződnek hozzá anno. Úgy mint például a Earthworm Jim széria is ugyebár. A második rész sajnálatos módon már nem ők készítették, de erről majd akkor lesz szó, amikor avval fogunk játszani. A játékhoz van magyar nyelv, és azt szerint nyomatjuk, úgyhogy vágjunk is bele. Showtime! Na, hát itt is vagyunk a játékkal. Ez ugyebár a csodálatos menü, látható a grafika. Ugyebár a képernyőm 4K-n maradt, úgyhogy kipróbáltam, hogy milyen, így levettem könnyű szintre a nehézséget, mert szerintem még az első pályán se tudok átmenni. Ne tévesszem meg, hogy itt van egér, meg anno botkor megy, meg minden hülyességet akart használni. Ez a játék korszak más világ volt még anno. Van a játéknak egy háttér története, de azt annyira nem akarjuk megtudni. Ugyebár Kurt nevű karaktert irányítjuk, aki egy... Hát... Ő egy takarító. És nem azért, mert az a dolog, hogy eltakarít, hanem amúgy. És hát itt látható, hogy milyen beáltásokkal fut. Lehet, hogy 3D fixen még szebb lenne. Hatalmas teljesítményen erőket látunk. Egyébként régen ez nagy szám volt, meg nagy divat. Itt meg tudjuk nézni azt is, hogy milyen brutális gépigényünk van. Ugyebár az a NASA-tól kölcsönvett gép látszik, hogy kétszer, több mint kétszer erősebb, mint egy Pentium Pro, azaz P Pro 200-as. Hát igen, akinek van rá, kérem szépen. Nyomassuk is a játékot. Friss hír, egy hatalmas lánctalpas tart egyenesen amerikai tengerpart város Laguna Strand fele. Ha jól tudom, ez a Laguna Beach, ez ahol ráadásul a központjuk volt a játékkészítőinek. 6 pálya van, abból 5 város, különböző létező amerikai nagyvárosok, illetve egy főhajó. Különböző, hát lánctalpas hajókkal akarják elpusztítani az idegenek a földet. Ő itt az őrött doki. És hát kidob minket az űrhajóból, van egy segítő társa, egy kutya, aki robot kutya. Azt is a doki hozta létre. Hát 4 keze van, és 2 lába jár. A második részben több értelme lesz, úgyhogy vágjunk is bele magunkat. Kihajítanak minket a stratoszférába. És akkor itt kell keringenünk jobbra-balra. Elkerülni a dolgokat, összeszedni, amiket lehet. Felvettünk egy követő lövedéket, közben egyéb dolgok jönnek, már megsérültünk. Szuper golyószórót felvettük. Elkerülgetjük itt a dolgokat. Most ez megint eltalált.
egyből be is gyorsulunk oda, úgyhogy megérkeztünk. Ez itt az első pályánk, és itt van egyből egy kis easter egg elrejtve, hogy fölvesszük, 150 lesz az életünk. Csúcs el az érzés címszóval. Ugyebár látjuk itt a környezetben, vannak mozgó dolgok, tudunk ugrani, ugyebár, és ha nyomunk egy capslockot, akkor gyorsabban futunk folyamatosan, ha meg a shiftet tartjuk nyomva, akkor szintén. Jó, ugye a szuperfutás meg is teszi nekünk, itt várakozunk, jönnek az enemik. Azt is lelőttük, nagyon vagányok vagyunk. Aztán még azt az űrhajót is leszedjük, aki ott repked. Ugyebár az egész pálya egybe be van töltve. Halljuk is a lövés hangokat. Így. Ez azért hal meg ilyen gyorsan, mert szuper a lőszerünk bal lent számolja egyébként. Úgyhogy igen, ez az elmosott képenk van, mert hát ez CRT-re volt tervezve, meg 4-3 képarányra. Most 16:9-ben megyünk 4K-n, úgyhogy 30 framerate-tel csodásan nézünk ki, így szétnyújtva, leablakozva, de elvileg kompatibilitási gondok nélkül futunk. Ezt fölvesszük, ő a világ legkisebb atombombája, nukleáris robbanása. Enterrel tudjuk aktiválni alapbeártáson, itt láthatóak is a leírások, a dolgokat. A vicces az, hogy itt van már játék betöltése, viszont F2, amit itt meg nem írott, meg kell adni egy mentés nevet. Viszont nincs mentésünk, csak a pálya legelején, amit megkérdez. Ezt is szépen elhajítjuk, és azért a robbanásból elmegyünk. Megtörtént a karakternek a mozgása, amit ha megfigyeltek, ugyebár ilyen régi játéknál is 97-et írunk akkori a játék, azaz majdnem 30 éves. Cirka 27. Ez a folyamatos animációs mozgás, ez azért van, mert a karaktert motion capture technológiával készítették el anno. Jár a Gogon vásárolva, jár hozzá egy kis extra kézikönyv, ott ezeket gyönyörűen leírja, szóval jó dolog látni a dolgokat. Ugyebár ha az egeret nézzük, az is működik, de ilyenkor folyamatosan tudunk futni, meg ilyenek. Viszont ha lenyomjuk a görgöt, akkor van zoomunk, na arra jó használni az egeret. Érdekességként a hosszú és a P-vel, hosszú meg a hosszúval tudunk váltani lőszert, tehát bal oldalt lent látszik. Illetve a zoom szintünk helyjel válogatja, egészen 100-szorosig fölmehet görgővel. Amit ott látunk, almát, az nekünk nagyon jó, amúgy space-szel hoznánk be ezt. A tölt 10-et altal ugrunk, illetve mint látjátok, ha nyomva tartjuk, akkor ott van egy ilyen ejtőernyőnk, ami bár megkérdőjelezhető, hogy vajon miért ilyen design elem, olyan szuperszónikus ejtőernyő, hogy nem kell annak zártan lennie, hogy működjön. Egyébként a karakterünkről érdekesség, hogy ő egy takarító, úgymond asszisztensként hivatkoznak rá a Dokival szembe, mert hogy ő hisz az UFO-kba a teóriájával, ezért mindenki kiröhögte, ő elment a lűrbe, magával vitte a címszóval a körtöt. Itt kifejlesztette ezt a ruhát, amit visel, a fegyvert, illetve a Max-et, a négykarú kutyát. Hivatkozunk rá úgy, és csak körtre, azaz rá jó a ruha, ami vicces, ezért vagyunk mi a szuperhősök. A csávót egyébként avval győzte meg, hogy adott neki egy magyar gulyást, és viccen kívül, nézzetek utána, ha nem hisztek nekem, magyar gulyást, aminek köszönhetően lehet bent bele abba, hogy ő akkor igenis jön vele az űrbe, legyőzni az ellent, meg szupertitkos hadművelet, azt mikor az ért, semmi nem volt. Gyakorlótérne, itt jön a zoomolás képességünk. Pistike headshot, visszazumolunk, rázumolunk, kicsit vissza, csat, el is talált, ő is kapja. Jó, azok ott vagányan vannak ott fönt, meg elbújkálnak, meg ilyenek. Az kell nekem, avval ott szét is robbantottuk őket. És akkor ott kapunk egy lőszert, illetve itt kapunk egy gránátot. Meg gránát is van benne. A játékot egyébként nyilakkal lehet irányítani.
és a nagy enterrel dobjuk el. Figyelni kell, mert egyes dolgok sebeznek minket is. Azaz nem csak úgy vannak. És akkor itt a feladatunk. Nem így. Valamivel kiírattam, már ott írja. Használja a lejtőernyőt a laknavető megszerzése, ezt magától kírja, amúgy itt a mentés. Hogyha menteni akarunk F2-nél. Úgyhogy hát itt le vagyok esve cím szóval, és azt kéne ott fölvenni, és bárhogy szeretném, nem tudunk oda felugrani. Az eredmény, mászunk vissza ide. És kicsi nekifutásból lekommandoznánk, de ez sikeresen melléugortam, pedig ennyire bénának nem érzem magam. Na most bágolunk, hogy nem veszed fel? Vagy van már ilyen lőszerem? Úgy, fel van véve az aknavető, amit szépen át is vált rá a rendszer, hogy azt használjuk. És oda be is küldünk egyet. Bum! Így kinyílt a út. Azt ajánlott szétlövöldözni. Illetve tudunk a ponttal és a kérdőjellel oldalazni. És mint látszik, nem sérülnek meg ezek itt. Ugyanis nekünk másfajta lövek kell. Úgyhogy ennek köszönhetően oda megyünk inkább, és azt ott nagyon gyorsan, záros határidőn belül tönkre vágjuk. Ahogy. Akkor a három pistikén kívül, ezzel le kellett szétlőni, mert azokból spavnolnak újra az enemik egyébként. Fölvesszük ezt itt, ami egy körtre egy az egybe, azaz a főszereplőnkre egy az egybe hasonlító dummy, gumi fölfújható csali. Azt a szót kerestem, csali. Dili csali néven fut. Ugyebár. Ezt itt hiába lövöm, nem nagyon hagyja meg. Úgyhogy nekik ez a robbanós megoldás kell. A lövész. Mint látjátok, több fajta, 2, 4, 6 fajta lövegünk lehet. És miután megvolt, jöhet a parkour tudásunk. Innen szép átlátszó, jó kis vertex grafika. Innen meg ugyebár már padló, és olyan, mintha levegőbe lebegne. Hát ugyebár amit a koranó megengedett magának, az van itt is. Ezek a platformer részek annyira nem jók ebbe a játékban, de egy 2-3-4 óra alatt végigvihető egyébként halál függvényébe. Itt egyébként egy baromi nagy űrhajóba rohangászunk lefele folyamatosan, és hatolunk be, megkeresve az adott parancsnokot, és kivégezni. 5 parancsnok van majd a főgonosz. Ugyebár a második pálya a parancsnoka, az a gyereke a főgonosznak. Hogy egy kis spoilert is jelentsek. Hogy jó legyen. És akkor most jönnek itt még a jó képességűek. Úgy, mint a tank. Úgy, először a zél után el akar ütni. Úgyhogy szét kell lőni. És itt van egy Max. Csonti légicsapás. Elfogyott a szuper lőszerünk amúgy. Maradt ez a gyengém. És itt az erő teljesen figyelni kell a dolgokra. Ott egy hajó fönt, amit megszerezhetünk azt hiszem. Igen, azt föl lehet robbantani. Igen, szuperfutáson vagyunk. Ezt is fölvesszük. Azt is szét kell lőni, ugyebár, mint mondtam, ezekből spavnolott össze. Autóim van a játékban, szóval alapból amerre nézel, arra lősz. Hatalmas, epikus csata folyik, kérem szépen. Az alaplőszerünk, mint látjátok, végtelen. Ez ki is lehet használni egyébként.
az kár volt felvenni, mert 100 fölött ezek nem történnek. Viszont ez jól jön, ti gyertek velem? Kukucs, come on, gyertek, cici. Nézd, haver, itt. Azra meg vigyel nekem, ez felrobbant. Hát ezt előbb lőttem el, mint kéne, na mindegy. Szerencsére ők egyenesen lőnek alapból. Azaz vízszintesen nem lőnek föl ránk. Ha már fönt lőttünk, és elég nagy a hatótávunk. Nyilván ki lehet őket sniperkedni is, ha úgy van. A terek változatosan nagyon. Illetve sokan vannak és spawnolnak. Illetve itt van középen el a spawner cucc. Azzal is megküldtük egy kicsit. Ott egy lyuk lett, mint láttátok, oda kell bemennünk. Ezt megint kár volt felvennem, mert 100 fölött vagyunk. Úgynevezett vörös lassú lövedékkel támadnak az ellenfelek, ami vicces és kiszámíthatóvá teszi őket. De hát jó az így. Egyébként az első tesztjátékom alatt itt már csak 40 életem volt, úgyhogy felvettem mindent, úgyhogy ekkora deficit van a normál meg a hard a ízik között. Hogy nagyba leesünk, mert hólyuk van, mert hatalmasat zuhantunk, kérem szépen. És felveszünk megint egy kis szuperlőszert. Ja, hát easy-be akkor 400-at ad, a normálba csak 200-at. És figyelni kell, mint most jönnek ezek a bombahordozó pistikék. Ugyebár látványosan itt megy a... Jó, vegyük föl. Nincs értelme, de vegyük föl. Az ott már látványosan hozta a bombát, és akkor cukorkákat még nem piszkáljuk. Túloldalt vannak. Kicsit rendet teszünk. Meg itt föl, az a robot sem volt a haverunk. Így ezt is szétrobbantjuk. Jó. Engem itt is volt belőle egy, el is fogyott, nem fogyott el a lőszerünk. Akkor pusztulj. Így. Mindegyik kinyírva. És a cukorkákat sem kellett fölvenni. Nagyon-nagyon jól állunk, azt kell mondanom. Lehet, hogy vissza fogok menni normál szintre, mert túl nagy a deficit a kettő között, az fene tudja. Itt jön egyből egy boss. Mármint mini boss. Látványosan kevesebbet sebzünk, hogyha csak sima lőszerünk van. Kapsz ilyet. Még egyet. Ő lövi ki ránk az ellenfeleket. Jó, tankocska kapja hol. Egyet a gránátot. Mindenki kapja hal. Oké. Még valaki? Senki sehol. Az játék zenéje egyébként egész jó, kicsit dumos, és olyan szinten sikeres, hogy még külön OST CD-t is kiadtak belőle. Gyere, ajánlott, akinek tetszenek ezek a stílusú zenék. Odafigyelni. Sajnos én a nevekkel nem vagyok tisztában itt, hogy ki kicsoda, úgyhogy gyorsan elfelejtem, így ennek köszönhetően nem tudom. Ezt itt szépen lelőjük, a hajót nem piszkáljuk, hanem a hajót fel fogjuk venni, és itt haltam meg az első játékomban. Itt ugyebár bombával bombázunk, most jól meg azt mondtam. Az a kettő, egy is elég lett volna. Ugyebár eltalálnak folyamatosan minket, úgyhogy a... Ugyan belőttünk párat. Egy arra be. Van, aki túlélte. Haj meg. Úgyhogy adott remek fél ezerrel.
Az oda három, mert hárman vannak. Egyik fölismerte, hogy egy bombázó alatt vannak, úgyhogy gyorsan megmakkannak. Szerencsére az enemy kordítanak, nem mi, bár mint látjátok jobb lent, vagy fölöttem pontosabban, hogy az életünk. Szépen szét lehet mindenkit bombázni. Mindenki kap egy névre szóló atomot. Arra nem tudom mennyi kell. Kapott párat. Ezt a tetőt be tudom robbantani? Be. Van ott is egy ilyen kis bónusz. Nyilván a bent lévőket leszedjük vele. Mindjárt leszállunk szerintem. Azért, ja. Ennyi, és a hajócska így el is ment. Lehet, hogy ez az, amit egyébként felvettünk, bár az elején én nem vettem fel azt a kutya fejes csontos cuccot. Úgyhogy és már kijumpolt itt a robot testű enemy. Az ellenfelek amúgy robotok. Jó, szuper lőszer jöhet, arttal ugrunk, nyilakkal irányítjuk. A gépigénye egyébként, mint láttátok, nagyon brutális, akinek nincs Pentium Pro processzora, meg se kísérelje elindítani. A Pentium 90-en olyan lagháborút okoz, hogy csak no. És azon is csodálkozok, hogy egyáltalán AMD ilyen szépen elfut. Remélem értitek a iróniát. Ugye már abban az időben... Én most a tankot lövöm? A tankot lőttem, vagy a hőrhajó? Tudja a fene. Hal mindenki, az a lényeg. Ott nagyon megsoroztak valakit előre, te ne bombázzál felém. Jó, be akartam menni ebbe a hangárba egyébként. Lehet, hogy azért, mert azt a hajót nem robbantottuk fel, ami ott szárdogál. Azért tud az ott repkedni ezeket, meg itt felrobbantottuk? Aha. Van itt alma, bár még 100 fölött vagyunk, úgyhogy értelmetlen. Nem gondoltam a jövőre. Itt még robbangatna. Ne. Nice. Na, úgy látom felét sebzik az enemy így, mint amúgy, mert a eredetiben... Mármint az első játékban nem 6-ot, hanem körülbelül 15-20-at vett le, akkor a harmadát sebzik. Jó, már nincs lőszerünk. Ez is túlérte itt a támadásunkat, az elsőt. Azért van itt ennyi enemy. Amikor ezeket a nagy fejeket szitává kell lövöldölni. Az a baj, hogy az enemy okos és jön feléd. Itt nem nagyon pálya ez a... headshot. Jó, pár lövést kibírunk bástyadat, egyet sem, mert instant headshotra dög lesz. Oda kell egy mininuk. Az szép volt, ezt a űrhaj az dobálja felén. Jó, szerencsé nagyon a pálya szélén vagyunk, ahogy látom, mert nem tudott a fomi eltalálni minket. Függetlenül, hogy próbálkozik. Szerintem nagyon le kell szednünk azt az űrhajót onnan. De be tudunk menni. Be kell robbantanunk magunkat avval, hogy mondjuk őt itt rángatjuk, hogy robbantson. Az is lehetséges. Na hát. Csodás, egyébként simán szemrákot okoz egyeseknek ez a grafika, amit itt művel a játék, de szerintem rendben van. Kicsit megilletődő dolog, hogy ennyire megzoomolja a játék magát. Azaz nem szórakozik azzal, hogy a felbontásodat állítsd át, hanem simán elindul abba a felbontásba, amiben az asztalod van. És akkor megpróbálja magát játszhatóan látható képre dobni. Na, bármi és akármi.
Itt a gránát is sebez minket, önmagunkat. Úgy mondtam én, hogy utat kell magunknak ide robbantani. A gránát nem nagyon hagyja meg. Ott is van a mininókunk. 20 túl. A grillcsirk elég sokat tölt fel, azt hiszem 50-et? Igen, 50-et, hát mivel 100-on vagyunk elő, 100-hoz közel értünk, így nem nagyon kellett neki töltenie. Hát ezek szerint akkor mind a 3-at ki kellett nyitni. Nincs amúgy túl szofisztikálva a játék, azaz nem olyan rohadt nehéz gondolkodós dolgok vannak benne, bár 97-ben ezelőtt, majd 30 éve azért. Igen, gondolkoztam rajta, hogy mit kell, hogy kell. Becsületemre legyen válva, hogy kivágott a játék az asztalra. Jaj! Na hát akkor egy restarttal később. Kezdhetjük újra a pályát. Fél óra felvétel kuka. Nincs mentett állás. Ágán egy hatalmas ránc talpas tart felén. Jó, most már harmadszorra indítom el részemről, vagy kezdem el a játékot. Úgyhogy most nem is vettünk föl semmit, cserébe jönnek itt a rakéták, csak eltalál egy így is, úgy is. Követő lőszer. Na, mutasd magad úgy. És sikítva rohanunk be. Ugyanúgy itt van mögöttünk ez a okos. Körtel, nem tudom mi van, hogy egy takarítómopot fölzabál. Fussunk ezerre. Első nem itt. Főleg, hogy ugyebár ez a pálya elvégben egy tutoriál csak. Megmutatva nekünk, hogy mit lehet játszani, mit nem lehet játszani, meg miként lehet játszani. The worst molest. New. Nem tudom, mitől szártunk el egyébként. Kizumoljuk a pistikét. Na, mutasd magad, akkor azon nem kell. Másik, ott fönt. Mindig random jelennek meg, hogy bal, jobb, meg idő. A középső az adott. Jó, azokat vagánykodnak. Ha megnézzük, ott ugrálnak, megy a buli, hogy ha úgyse találsz el, bibibe, meg bibibe, ott mutogatja a fenekét. De hát... volt nincs fedezék. Itt a grind. És itt is van az utunk előre aknavető fölvéve. Boom! Nagyon mellé. Nagyon elő, mi? Nyilván ez egy pattanó lövedék, úgyhogy annyira nem jó poén nekünk. Amúgy, ha már itt vagyunk, mennyi sima lövésből halna ez meg? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, többet nem tudsz egyszer előni, mint 3. Megsérült? 6x3, 7x3, 8x3,
9x3 mennyire sebeztük le? Na, jócskán, 10, 11, 12x3 kb. Szerintem, ami kell neki. Ezeknek meg kell a fájdalom. Simán mellé lőttem. Kapja így úgy. Amúgy a lényeg robbanós lövedékkel ellenük. Fölveszek a demit, bár nem használtuk még. Dilicsoli. Úgyhogy nicce-mitce. Itt elgyorsulunk ebbe az irányba. Ott jön a tank ezerrel. Túl közel vagyok hozzá, akkor nem nagyon tud mit csinálni. Na, lőjétek a kört bábút. Szóval ilyen a dilicsali. És a robbanásra is belehalna, jó? Éppen átsisonkázunk oda. Így egyet felrobbantunk, felrobban mindegyik, mert megindulnak ezek az öngyilkos krumplik. Van a sántikáló. Hát, ez jó pofa. Átúrhatan a lövöldözés sántikáló. Ha megsérül, akkor sántikál. Cuki. Életünk meg jól van. Ott vannak a fal túloldalán, azt tudom. Hárman jobbra, hárman balra. Itt egy gránát, az élet. Ott meg lőszer van, illetve felrobbantható cumó. Amilyen akta darabokat, repel darabokat nyomat szétfele. Mindenkit is szétlövünk. Úgy. Te is kapod, ha az. Itt senki nem, ott meg bújik kettő. Jó, el is random, hogy hányan érték túl. Ott lepottyanunk. Elrohanunk ebbe az irányba. Jó, hát most 10 perc alatt eljutottunk odáig, ahol előbb voltunk. Most nem szarakodunk itt a megismeréssel, nézegetéssel, csak futunk előre, speedrunolunk. Ha már a játék úgy döntött, hogy nyasszegecsés nem visz el végig. Jó. Az ott ne avéjjel, de nekem te meg itt pusztulj. Úgy. Jó, azt is gyorsan lezúztuk. Ha tudjuk, kit akarunk bántani, akkor nagyon gyorsan tudjuk bántani. Csak célra törően előre-előre. Na gyere! Így pusztulsz meg! Így. Kapta halt. Te meg itt ne vagánykodjál hátul. Kisebb. Off. Bele is rohantak az aknámba. Fölveszük az életet, bár fölösleges volt. De vissza nem tudunk jönni, úgyhogy mindegy, hogy ott hagyjuk, vagy nem hagyjuk ott. Na, így is úgy is. Jó nekünk. Te itt pusztulj meg. Te se kell lesz ide. Így megkapjuk az irányítását a hajónon. Az ott próbál lövöldözni, de minket az nem hat meg. Jön a légideszantos játék.
Kettő. Egy. Egy. Kettő a bejárathoz. Semmi. Három a tetőre. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mindet rálőjük, hát ha ér valamit. Ide kettő. Oda kettő, három. Hajj meg, ne sétálj arra. Hajj meg. Te is. Ti is ott. Te is ott, ne remegjél, hármat is kapsz. Hogy biztos megtaláld az utat fölfele a levegőbe. Te oda kettőt, te egyet, te egyet, te is egyet. Te egyet, te egyet. Ti hármat. Kapják, halnak. Oda is megy három. Ide is megy három, meg még három. Meg még. Ahogy. Oda kettő. Mindjárt kiszállunk a járgányból, az a baj, és megint van valami, amit szerintem nem nyitottunk ki. Igen, ott van hajó. Volt, nincs hajó. Ezek szerint addig kapott a lélektől, ha ilyen gyorsan belehalt. Ide be tudunk jönni, enemy nincs. Oké, élet van. Úgy, meghal. Meghall a hall. Valaki ott robbant mögöttünk. Itt van jó lőszer. Te is pusztulsz úgy. Lehet, hogy öt kár volt. Mert hogy a harmadik nem lesz kinyitva ott. Igen, és ő kell hozzá. Itt meg itt egy tank. Mennyi lőszer kell belé egy máhatba? Ez meg ránk robban, alig van életünk. Jézus Peti, mi van veled? Ezt most csúnyán megkaptuk. Na, a robbancs itt a környéken? Ott nem. Itt kinyírtál, jó. 50% élet jöhet, nuk jöhet, te pusztulj. Átugrunk ezerre, ne legyen az eneminek ideje megnézni. Akkor itt szépen tovább jövünk. Nyomunk egy F2-t és beírjuk azt, hogy level 1. Bármit beírhattunk volna, a kukutyimban főző atommütyműrütyöt is. Csak ugyebár előbb itt az atom eldobására halt meg a játék. Igen. És attól, hogy ez kinyílt, megpróbáltunk bemenni, és bum volt. Ezért kinyílt, jó. Erre tovább jövünk. Csomó gránátunk van. Igen. És itt van egy baromi nagy hajó. Ott száll lefele egy kis csomag. Azokat elvileg a doki dobálja ránk. De jó pofák vagytok, hogy... instant pofámba repültetek. Első körben van ő nekünk itt, mint a nemi. Elég sokat sebelnek a kék lövedékei, ha eltalálnak. Mint látjátok, instant ötés robban. Ilyen közelre is tud lőni. Jó, mert felveszik, hogy százon legyünk. És azok itt vagánykodnak, és ilyenkor jön az, hogy jaj, mit is kell veled kezdeni. Hát ugyebár gyerekként így a gyerekkori emlékek visszatérnek, és hát
mondjuk az irányítás azt csinálna, amit kérek. Na más, senki. Szóval nekik kell egy kis játék. Azt előttem a kettő között, az hogy sikerült? Az oda be is szállt. Itt a lyukakon be kell lövöldölni. De ilyen jó lesz az arányom, akkor simán mellé lövök. Minden esetben. Ne viccelj már, hogy el se lövök odáig. Azt nem mondta, hogy befolyásol, ha rád zumolok. Nem befolyásol, szóval hülye vagy. Ennél folyam nem tudok nézni, csak azért. Ne se száll odáig, akkor lehet a közelebbire kell átmennünk. Nem lövünk el odáig, csak azért. Jó, már csak egy pistike van ott a hátsó. Az fölé. Így meg is van az utunk előre. Cserébe kaptunk egy csomó tankot. És azt hiszem ezekkel nem is nagyon kell szórakozni, mert... Mert ők eltalálnak, de te nem őket. Rossz tankok, csúnya tankok, ez fájt. Az egyik mínusz. Hol a másikat lőjük. Mondom, a másikat lőjük. Akinek még van célzó tornya. És bár, mint mondtam, autóim van, és így az alapfegyverrel tudunk lőni. És akkor ők szépen kapják halna. Az alsó váz az már nem bánt, viszont el tud ütni. Úgyhogy ajánlott erre figyelni, hogy ne ütesd el magadat. Nem tudom, muzsika miért nincs egyébként. Most ezt darabig ezt lőhetjük. Úgy. Mentettünk megint csak. Akkor látjuk, hogy ott bizony vannak lent. Így. És... Ja, le-sniperezhettük volna őket. És ott van három darab alma. Miből csak az egyiket fogjuk tudni felvenni. És akkor leérkeztünk ide. És itt jön a Go futás ezerrel, mindjárt vége lesz a pályának. Jó, most jön, ahogyan lássunk, 3D-be című fejezet. Főleg, ha mondjuk rendes lőszerünk lenne. És ott nem kettesével próbálnának meg lőni, de... Headshot. És mondjuk rámennénk a headshot. Multikill. Honnetán halnának az enemik. Ő is lát, de ezen nem tudunk átlőni. Szerintem olyan magasra meg nem tudunk lőni. És más enemét nincs, de van, biztos, hogy van, mindig van.
meg ott van egy kis lőszer. Na most átmegyünk követősre. Akkor se csinál semmit. Én nem tudom, hogy ezt a követőst hogy kéne használni. Jó, itt van egy kis élet, mielőtt a nagy akármibe beleesnek, de komolyan 1%-os életet adnak, egy darabot. De nem baj. Igazi boss fight muzsika. Igen. És akkor itt is van a lebegésünk. Való mutatványunk. Ide át tudtunk szállni. És hát arra parkörözzünk fölfele. Ugyebár abban az időben ez hatalmas szám volt. Főleg ezekkel az áttetsző textúrákkal. Ott kapta halt. Odáig meg nem látunk el. Így már elláttunk odáig, kérem szépen. Így, a játékban a mentésrendszer nincs, azaz olyan téren nincs, hogy játék közben nem tudsz menteni. Azaz most is, amit én csináltam mentés, az valószínűleg a pálya legelejére vonatkozik. Csak mindig az adott pálya elején kérdezi meg, hogy szeretnél-e mentést, és akkor az adott pályát menti le. Úgyhogy szerintem ez az F2 mód is, amit megtaláltam ma, az annyit takar, amire gyerekként meg nem tudtam, hogy valószínűleg az első pálya. Amúgy így mondom, hogy 5 órán belül végigvihető, úgyhogy volt, hogy avval telt a napunk, hogy végigvittük a játékot, az MDK-t. Ugyebár ez most GOG verzió, digitálisan, de amúgy igen, ilyenkor, mikor a semmin állsz, akkor így elgondolkodol rajta, hogy hogy állsz a semmin. Hát oké, hogy így látod, hogy van egy körvonalad, de így ebből a szögből nagyjából semmi. Hatalmas újdonságok voltak. Jó. Jaj, de szépek vagytok, így egyetek 6,5-be. Egyetek gránátot? Jó, hagyjatok békén. Itt egy robot. Így. Van egy árca. Ez kell nekünk, hogy robotnak ássanak minket. De a robottársakra nem lőnek, csak ránk. Én míg ezeket itt elpusztítanánk, addigra föl kell a nap. A világ legértékesebb akármilyen. Ezt lehet kár volt felvenni. Futási van. Abba beleugrottam. Ebbe is. Nem fogjuk túlélni. El se lövök odáig amúgy. Vagy golyóállók. Vagy mi. Nézzük csak meg. Igen, távcső mód, mozgás, blabla. Pera, következő tárgy. Vagy 0-tól 9-ig.
Aha, ez egyes. És azonnal sérülünk a... Mondom, szerintem... Itt esélyünk nincs kijutni se. Meghaltunk. Easy. Egyetlenül kidob a menübe. És a pálya eléről folytatjuk. És azt mondom, hogy F3. Akkor innen folytatjuk. Jó. Akkor van checkpoint rendszer ilyen téren, hogy azon belül ment. Mondom, headshot úgy. Akkor rámentünk. Akkor az egyik ilyen tízes életet fölvesszük. Jó, mert legalább nem kell odaig elszenvedni magunkat. Viszont erőteljesen gondolkodok, hogy hogy tudunk ott átjutni. Az, hogy ide át tudtunk ugrani, ez csak egy előny. Egy ilyen baromi nagyot tudunk ugrani. Mentünk inkább. Gondol. Jó, akkor itt mindenképp le kell esni. Leörlök neki, hogy te is leugrottál ide hozzám. Én 1%-os életeket felveszünk. Csak hogy jó legyen. Ilyen szuper futással. Oké. Okay. Jó, ugrálhat alul. Megengedem neki. Jó, egy halt. Éppen itt följövünk újra. Hát azért vicces, hogy 27 év után jutottunk el odáig, hogy... konkrétan megvan a mentési pont a játékban. Ami vicces. Az 50-et ad, fáj felvenni a szívemnek, érted? Mert elspazarolunk belőle, mert csak 19 lőszer életerő kell. De nem baj. Tázol legyünk, az a lényeg. Rá is mentünk. És akkor most jön a robotos játék. Cirka egy órája szenvedünk egyébként ebből a pályával. Ide kell a atom. Igen, itt én se lövök át, és ők se. Nincsen mód valahogy kiszórakozni velük. Bár lehet oldala adni, mint mondtam. Nem, szerintem ők sérthetetlenek. Ez az ide, ez kell, hogy észre. Igen, ő egy kicsit el van hűlve. Így. Akkor kinyírta bele. És szerintem ez időre megy.
Igen, integetnek itt. Igen, és itt egy börtönkre is megy. Legérdekesebb bombája. De mi a krumpli vagy? A rakétavetős. Az is támad egyébként, vagy az velem van? Ez a baj, hogy ezt a világ legérdekesebb bombáját felhasználom, szerintem meghalok. Egy B. Azt se sebzi őket. Ez se nagyon hagyja meg őket. Komolyan lassabban megy a térben itt a cucc. Ez, lepattan kínáink, meg oda. Látványosan teli kapja, de semmi. Meg se sérülne. Hát gondolkodom, hogy lehet, mert ugye már a kis robottal ide följövünk, akkor azonnal idő van. És nem engedtek át? Azon kívül, hogy itt beragadok nálatok? Nem engednek át? Hát akkor enter. Az enemiket körbehúzta. Nem tudok kimenni. Mi sérül most? Valamelyik robot hátulról. Ágám. A világ legérdekesebb bombája az odavonzotta őket. Aha, ott az atom. Jó. Szóval ide akkor ezt kellett. Nice. A logika megtanította a világ legérdekesebb bombáját, meg itt a világ legkisebb nukleáris robbanása. Csak a józan parasztész mondhatja velem, hogy ezért nem maradjak a közelébe. Mert lehet, hogy nekünk is fájdalmas lesz. De majd kiderül. Igen, föllebegünk ahova. Ide. Az egész tetejére. Onnan rám lő. Egyáltalán. Hány headshotot kell annak a bírónak adni? Kaptunk egy lövészgránátot.
Nem, hogy már találjon állandóan. Ő is lő, én is lövöm, meglátjuk melyikünk. Adja fel elem. Csak az egérre el kell mocorogni a... Sumo, azok mi? Na nem, illetsz fel. Megint jön egy adag pistike. Igen. Lövészgránát megint csak. Paf, kapta halt, ki is esik a tornyából. És el is visz minket a... Zummer. Na most megint ilyen irányítgatás van. El kell érnünk szerintem azt a 150-et adó cumót. Igen, mindjárt megvagy. Ott van a... Meg is van közben, meg kiugrott értünk Max. Ott a doki, mi pihenünk egy nagy bögre tea mellett. És Max nézi a világ legérdekesebb bombáját. Ő van még szerelve sok minden földi jóval a hely. És hát ez volt az első pályánk. Eligazítás, szép munka, Kurt. Megmentetted le Lagunas Trandot. MDK2 részletek. Név Kurt Heretic. Kilőtt lövedék. Sok. 50% a pontosság. Távcső 105, 62, hullák száma, van aki túlélte, majd a fele csak, ez nem ér. Fejlövések száma nincs. Miért nincs? Elmented a játékodat? Egem. Mentett állás neve, 2-es pálya. Friss hír, egy hatalmas lánctalpas tart egyenesen a kis angliai kertváros Lindfield felé. Tintfájlok másolása. Ezzel kezdte az elsőt is egyébként. És hogy nem be van most töltetve az, hogy mi az egyes pálya. És akkor mindegyik így kezdődik, hogy így kidobnak minket. És itt, ha felveszük ügyesen a dolgokat, az jó. Na, egy csomó mindent kaptunk. Szuper golyószórótól kezdve életen át mindent. Ugyebár az előző pálya végén az életünk fölment 150-re, amit most egy találat levitt 146-ra. És akkor mentünk egyen. És kilépünk. Csak nyomunk egy folytatást. Kettes pálya néven mondjuk. Akkor itt vagyunk a kettes pályán az eddig elért dolgainkkal, jó? Úgyhogy ez lett volna az MDK megnézése, az első pályát végigvittük, hát lett egy óra majdnem belőle, én részemről harmadszor, nálatok másodszor futottunk neki. Jó dolog, hogy a mentésrendszert megtaláltuk, hogy működik és van. Remélem ez majd a következő részben is azt fogja mondani, hogy igen, ott a mentésünk. Ugyebár ez egy fontos dolog egy játéknál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett. Nem tudom, hogy ti ezekkel a retromániát mennyire fogjátok szeretni majd, ezeket a retro game time-okat. Én tervezem ugyebár hát az összes régi játékot, ami 2010 előtti úgymond belevonni majd. Úgyhogy ez volt az első része, és találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!